Én már több mint egy éve van rendkívüli járványhelyzet, nem csak Magyarországon, hanem a földbolygón is. A Fidesz-KDNP harmadszorra kér ez idő alatt rendkívüli felhatalmazást, hogy kezelje a járványt. Nekik egyébként kétharmados többségük van a parlamentben, tehát valójában azt csinálnak, amit akarnak. De ezzel a rendkívüli felhatalmazással azt akarják elérni, hogy az ellenzék szentesítse az ő lopásukat, és azt az elképesztően béna és rossz kormányzást, amit ebben az elmúlt egy évben csináltak. Valójában csehbe hagyták a magyar társadalmat, 10 milliárdot loptak el a haveroknak, és össze-vissza kommunikálnak a járványhelyzettel kapcsolatban. Sajnos semmit nem lehet pontosan tudni a vakcinákról, hogy mit kellene csinálni, mit nem kellene csinálni, és az egész helyzet egyre kaotikusabbá válik. Természetesen most sem, harmadszorra sem szavazom meg a felhatalmazási törvényt, remélem minél több ellenzéki képviselő teszi meg ugyanezt.